Mi egy horgolt játék oldal létrehozója, és most az 5 perces tippek, trükkök sorozatokba bemutatom nektek ennek a csápnak a horgolását. Fogadjátok szeretettel, és kellemes horgolást kívánok! Odáig, hogy 24 szemből áll a polipunknak az alja, vagyis a 21. sornál tartunk. Ami fontos, ilyenkor tényleg számoljuk meg, hogy pont 24-e, kezdők gyakran eltévednek, valaki hozzánk szól, nem figyelünk, elfelejtjük a szaporítást vagy a fogyasztást. Azt ilyenkor, ha csak egy-egy szem még az előző sorba ki lehet korrigálni, egy szaporítással, egy fogyasztással, mert így, tehát 8 csáp lesz, és a 8x3 szemnek ugye meg kell lennie a színváltás miatt, hogy azért tartson is. Hogy kezdjük a számolást? Tehát ezt most nem számolom, amelyik van, amelyikben a horgolótű volt, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, és ugye ez a 24. Jó? És most következik egy színváltás. Ezt most elvágom, hogy inkább ezzel majd befejezni tudjam a polipot, mert akkor majd így befelé szeretném ugyanezzel a színnel majd bezárni. Itt elvágom a fonalat, és most választok egyet, mondjuk legyen ez a zöld színű, és amikor színt váltunk, akkor mindig az utolsó 2 szemet rajta hagyjuk az előző színen. Ezt ide szoktam fogni, és jön a következő szint, ide teszem, és ide fogva átöltöm ezen a 2-n, vagyis befejezem a rövid pálcát, majd utána megfogom ezt a 2 szint, ezt itt rövidre húzom, és csinálok belőle ugye egy rövid pálcát, kettő rövid pálcát csinálok, majd a harmadikkal fogom bezárni, és most kezdjük a csápnak a horgolását. Ezt majd itt természetesen belül el fogjuk dugni, tehát nem fogjuk látni. A csáp horgolása az úgy történik, hogy ami fontos, hogy ne legyen hosszú, 40 láncszembe, minden szembe egy darab egy ráhajtásos pálcát teszünk. Nyilván, ha itt szoros a láncszem, akkor kevésbé fog nyúlni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Most nem kezdem el egyébként a 2 láncszem magasítást, amit egyébként szoktunk használni, hogyha egyrehajtásos pálcát csinálunk, hanem simán ugye ráhajtom, és a harmadik szemben, tehát azt mondja, hogy 1, 2, a harmadik szembe beleöltve csinálok 3 darab egyráhajtásos pálcát egy szembe. Tehát itt van egyszer 1, 2, 3. Megyek a következő szembe, láncszembe, ide öltünk. Jó, tehát a következőbe. Megint jön az 1, 2, 3. Nem baj, hogy ez a láncszem itt egy kicsit kitágul, mert utána majd visszahúzódik, hogy a következő szemnél megint kitágítjuk, ugye, hogy beleférjen majd ide a 3. Tehát megint jön az 1, 2, 3, és a következőbe megint 1, mert visszatérek, hogyha elérkeztem a végére, felesleges ezzel tölteni az időt. Visszatértem most, ugye már majdnem befejeztem a polipnak az egyik csápjának a horgulását. Ilyenkor szoktak sokan kétségbe esni, hogy úristen, ez hogy néz ki. Hát nagyon egyszerű a dolog egyébként, tehát az a normális, hogy amikor horgolod, akkor úgy néz ki, aztán szépen el kell kezdeni és föl kell tekerni, és akkor ugyanolyan lesz, mint ott a rózsaszínen itt láthatjátok. Jó, tehát így szépen megfogjuk és föltekerjük. Így szépen beigazgatjuk. Jó, ezt még fogom igazgatni, csak akartam megmutatni majd, jó. Én egy kicsit úgy meg is szoktam húzni, hogy egységes legyen, aztán még szorosra betekerem, jó. Így, és akkor már szép is lett. És azt nézem, hogy ez most sokkal hosszabb lett. De, ajjaj, itt elrontottam valamit. Mondjuk, ha ki van tömve, hát igen, határeset. Végül is pont, mert még másfélszer lehet. Na, majd ha ki lesz tömve, akkor megnézzük, lefeljebb korrigálom a szemszámot. Én úgy emlékszem, hogy 40 szemes volt, de lehet, hogy tévedtem, viszont akkor át fogom írni a mintát. Jó? Tehát, hogy történik most a lezárása ennek? Ugyebár itt átment a fonal. Tehát ott tartottunk, hogy... Kicsit, ez nagyon nagy lesz. Ott tartottunk, hogy... Jön az utolsó láncszem még, így. Tehát van itt még egy láncszemünk, abban még megcsináljuk az utolsó 3 darab egy ráhajtásos pálcát. Tehát azt mondja, hogy 1, 2, 3. És utána, hogy erősebben tartson ez az egész, és mert ugye mindjárt jön a színváltás, ezért én ugyanebbe a szembe még beszoktam egy kúszó szemmel, leszoktam zárni ezt, hogy tényleg jobban tartson, mert akkor több helyen van rögzítve a csáp, és akkor jön még egy láncszem, még egy rövid pálca, mert ugye 3-ból áll, 3×824, tehát itt volt 1, 2, azt a kúszószemet nem számolom, és ez lesz a harmadik, de itt már ugye megint szint váltok, tehát ezt itt levágom, és következik a következő szín az előbb ismertetett módon, ahogy mutattam. Tehát ezt a... Ez az előző év volt, hát ez egy kicsit macerás itt egyébként ez a sok színváltás, de meg lehet vele küzdeni. Tehát itt van egy darab, amit majd meg kell húznom. Na, tehát ez az, ami ugye feszessé teszi. Ezt megfogom kívülre, tartom, ezt pedig én beszoktam rekni. Van, aki csomót köt, lehet, hogy az is jó, én nem tudom, ezt nem próbáltam még, én így tanultam egyébként, én is videókból tanultam a legtöbb dolgot. Kezdőkoromban rengeteg videót megnéztem, ilyenkor, hogy ne menjen el, ezt a két szálat természetesen hozzá kell fogni. Ezt meghúzom erősen, ugye jön az 1 rövid pálca, 2 rövid pálca, jó, és akkor utána jön a következő csáphoz a 40 szem, de ez lehet, hogy 35 igazság szerint, jó, 1, 2, 3, 4, és akkor ezt most nem mutatom, majd visszatérek, amikor befejeztem az összes csápot. Na most akkor ezt ilyenkor még természetesen, amikor készen van, föl szoktuk szépen tekerni, és akkor ugyebár így néz ki a kézcsáp. Jó? Tehát így illeszkedik több ponton, tehát 1-2 ponton, hogy még véletlenül se lehessen ezt ugye leszakítani. Jó?